Visszaáll a rend a Nagykörúton, vasárnaptól ismét teljes vonalon jár a 4-es és 6-os villamos. Bővül egy extra, 2016-tól az édesanyák már a gyermekük fél éves korától igénybe vehetik az ellátást. Főhajtás, a Szabadságharc honvédjeire emlékeztek a Gesztenyés kertben. A budai híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Ideiglenes szigetelés védi a beázástól a Battyányi téri hévalagutat. A Budapesti Közlekedési Központ megbízásából a budai fonódó villamoshálózat építésének kivitelezője ideiglenes szigeteléssel fedte le az építési területet, ahol az elmúlt napokban eső szivárgott be a hévalagútba. A Battyányi tér állomáson újra biztonságosan lehet közlekedni. A BKK hangsúlyozza, a beázás semmilyen hatással nem volt az alagút szerkezetére, nem befolyásolta a teherbírást, és az alagútban dolgozókra sem jelentett semmilyen veszélyt. A H5-ös hév helyett biztonsági okokból ma kora reggeltől kora délutánig pótlóbusz járt a Margit híd Budai hídfő és a Battyányi tér között. A Battyányi téri hévalagút lezárására a ma reggeli állapot szerint annyiból volt szükség, hogy az esővíz, amelyik az elmúlt két nap esőzései következtében felgyűlem lett, azaz átmeneti, egyébként megbontott födém megoldásokon keresztül ugye leszivárgott a gyalogos felületekre. Vasárnaptól valamelyest enyhül a helyzet a fővárosi közlekedésben, ugyanis ismét a teljes vonalon jár majd a 4-es és a 6-os villamos. Bizonyos szakaszokon már kritikussá vált a járművek közlekedése, mert a sínek teljesen elhasználódtak. Éppen ezért az elmúlt két hónapban az Oktogon és a Szél-Kálmán tér között felújították a pályát. Még kordonok övezik a villamos síneket az Oktogon és a Szél-Kálmán tér között, az úton pedig ideiglenes sávokban közlekednek az autók. Zsúfolt a pótlóbusz a Margit hídon, a nagykörúti villamosok helyett március óta ezekkel a járművekkel szállítják az utasokat. Sokan bosszankodnak is a tömeg miatt. Pótlóbuszon többen vannak, sokat kell rá várni, és kényelmetlenebb az utazás, mint a villamosa. Vasárnaptól a tömegközlekedéssel utazók és az autósok is fellélegezhetnek, ugyanis a 4-es és 6-os villamosok is ismét a teljes vonalon járnak majd. Éppen ezért ma már a Szél-Kálmán téren is a síneket tisztították. Vasárnaptól ismét innen indulnak, és ide futnak majd be a járművek. A nagykörúti villamospálya felújítása márciusban kezdődött. A sínek javítására azért volt szükség, mert a pálya a folyamatos terhelés következtében elhasználódott. Ez ugyanis Európa egyik legforgalmasabb vonala, amely naponta 500 000 utast szállít. Az elmúlt években is csak kisebb karbantartási munkákat végeztek el. A szakemberek szerint az Aradi és a Tátra utca között például szinte teljesen tönkrementek a sínek. A BKK munkatársa azt mondja, a két hónapig tartó felújítás eredményeként jelentősen javult a villamospálya állapota, így a villamosok menetideje is csökken, és egyszerűbbé válik a közlekedés. A nagykörút gyakorlatilag a pesti oldalon teljes szélességében járható, a budai oldalon az említett két csomópont, az egyrészt a Frankelleo út és a Margit körút kereszteződése, a másik pedig a Széna térnél, ahol egy csatornaépítési munkálat miatt a Szél-Kálmán tér felé vezető rész kétszer egy sávra korlátozott. Ezeknek a kapacitás korlátozó hatása nagyjából 20% körül van. A budai oldalon közlekedőknek tehát továbbra is számítaniuk kell korlátozásokra. Az elmúlt hetekben sokan panaszkodtak a lezárások miatt, ugyanis a nagykörúti villamospálya felújítása egy időben zajlott a budai fonódó villamoshálózat építésével és a Szél-Kálmán tér rekonstrukciójával. A BKK szerint viszont ez a megoldás volt a legészszerűbb. Ezeknek az összehangolása volt kulcsfontosságú, hiszen ha már lezártuk a nagykörút egy részét, akkor ezeknek az egyidei elvégzése az mindenképpen segítette a kellemetlenségek minimalizálását és a jövőbeli használhatóságot. A 4-es 6-os villamos pályájának felújításához hazai és uniós forrásokat is felhasználtak. Megteltek a belföldi szállodák a háromnapos pünkösdi hosszú hétvégére. A legtöbb hotelben már nincsen szabad hely.
A szállásadók szerint a Szép Kártya kampány is meghatározó szerepet játszott a kedvező foglaltság elérésében. A Szép Kártyákra 2013-ban feltöltött pénzt május 31-ig lehet elkölteni. Erre a kártyakibocsátók és a szolgáltatók is több fórumon figyelmeztettek az elmúlt hetekben. Idén még két alkalommal lesz háromnapos hosszú hétvége, ami segít megnyújtani a pihenést. Most pünköst hétfő miatt, valamint október 23-a péntekre esik majd. Idén is több nő jelentkezett a felsőoktatásba, mint férfi, a kérelmet benyújtók átlag életkora 23,6 év. A jelentkezők 98%-a magyar állampolgár. A jelentkezők mintegy kétharmada első helyen alapképzési szakot jelölt meg, a mesterképzés preferálók aránya 20, az osztatlan képzést választóké 10%-os. Alapképzésben és osztatlan képzésben az egyes képzési területek közül a gazdaságtudományok, valamint a műszaki terület emelkedik ki. Mesterképzésben a pedagógus képzés mellett a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok és a műszaki képzési terület voltak a legnépszerűbbek. Januártól bővül a GyedExtra. 2016-tól az édesanyák már a gyermekük fél éves korától igénybe vehetik az ellátást. A GyedExtra minden két év alatti gyermek után külön-külön jár, vagyis az az anyuka, akinek két év alatti gyermeke van és visszatér dolgozni, az a fizetése mellett két gyedet kap. A kormány ezzel az intézkedéssel gyermekvállalásra szeretné ösztönözni a családokat. Három fia után most a néhány hónapos kislányával van otthon Sütőné Tomka Krisztina. A hegyvidéki nagycsaládosok vezetőjeként úgy véli, a GyedExtra rendszere megkönnyíti a szülők helyzetét, és nagy segítséget jelent azoknak, akik kénytelenek hamar visszatérni munkahelyükre. Nagyon jónak tartom ezt az új lehetőséget, mert egy kicsit biztonságot ad a szülőnek, hogy tudja, hogy van egy ilyen lehetőség is, és szabadságot is, hogy dönthet a felől, hogy visszamegy esetleg dolgozni, vagy otthon marad, vagy újabb gyereket vállal. Meg egy kicsit úgy is érzem, hogy ezzel elismerik azt, hogy ez egy nagy feladat, sok kiadással is jár, és az az elismerés az mindenképp jól esik, hogy ezzel is ösztönzik a szülőket arra, hogy merjenek gyereket vállalni, mert az egy jó dolog. 2016. januárjától bővítik a GyedExtra rendszerét. Eddig a gyermek egy éves kora után volt lehetőség igénybe venni az ellátást, januártól viszont már fél éves kortól folyósítják azt. A rendszer lényege, hogy az édesanyák, akik úgy döntenek, a gyermek fél éves kora után visszatérnek dolgozni, azok egyszerre kapják a fizetésüket és a gyermekgondozási díjat. A kormány célja ezzel gyermekvállalásra ösztönözni a családokat, mondta Fűrész Tünde, család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár. Alapvetően ugye azt látjuk, hogy a munka és a család összeegyeztetése az, ami leginkább a népesedési folyamatokat pozitívan befolyásolja, tehát hogyha egy családban könnyű összeegyeztetni a gyermekvállást, a gyermeknevelést a munkavégzéssel, akkor ott több gyermek is születik egyébként ezekben az országokban, ahol ez így működik. Úgyhogy alapvetően gyakorlatilag nem szeretnénk büntetni azokat, aki mondjuk egy 8 hónapos gyermek mellől kellett eddig, hogy elmenjen dolgozni, nekik ugyanúgy járjon akkor a gyermekgondozási díj, mint hogyha a gyermek egy éves kora után ment volna vissza. A 2014-ben bevezetett GyedExtrának másik két eleme is van. A testvérgyed azt jelenti, hogy több három év alatti gyermek esetén is jár a gyermekgondozási ellátás. Vagyis akinek két év alatti gyermeke van és visszatér dolgozni, az a fizetése mellett két gyedet kap. A másik fontos elem a diplomás gyed bevezetése volt, ami a felsőoktatásban résztvevő édesanyáknak jár, számolt be Fűrész Tünde. Mint mondta, az eddigi tapasztalatok alapján sokan élnek a lehetőséggel. Alapvetően nagyon pozitívak a tapasztalatok, hiszen a tavalyi évben közel 30 ezer olyan édesanya volt, aki a gyed folyosítása alatt már elment dolgozni, tehát úgy látjuk, hogy a három év alatti kisgyermeket nevelő édesanyák körében nagyon jelentősen nőtt a foglalkoztatottság, közel másfélszeres, mint azelőtt. A gyermekgondozási segéllyel, vagyis gyessel ellentétben a gyed nem jár alanyi jogon. Nem szociális juttatás, hanem biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyához kötött pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj összege az édesanya korábbi jövedelmétől függ.
A magyarországi lakóingatlanok majdnem 70%-a rendelkezik valamilyen lakásbiztosítással, ugyanakkor az egyik online biztosító által megkérdezettek 61%-a azzal sincs tisztában, hogy lakásbiztosítása megfelelő védelmet nyújt-e, derül ki a biztosító felméréséből. A biztosító társaság felhívta a figyelmet, hogy többek között a lakásfelújítást, új elektronikai eszköz beszerzését, új bútorvásárlását, a ház leszigetelését vagy az épülethez való hozzáépítést érdemes jelezni és új kalkulációt kérni. A Magyar Honvédelem napján a Gesztenyés kerti 48-as emlékműnél koszorúzással emlékeztek meg Budavárának 1849-es visszavételéről. A 17 napig tartó ostrom alatt 368 honvéd vesztette életét. Hajdú András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselője a megemlékezésen úgy fogalmazott, a szabadságharc honvédjei nem csupán tanítanak, de emlékeztetnek is minket. 166 évvel ezelőtt a mai napon a hajnali órákban a 24 fontos mozsarak mellett elhelyezett röppentyűk tüze adta meg a rohamjelet zászlójainknak, mindenkori fővárosunk újra magyar kézre került. A Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Hegyvidéki Önkormányzat képviselői a Magyar Honvédelem napján közös koszorúzással emlékeztek meg Budavárának 1849-es visszavételéről a Gesztenyés kerti 48-as emlékműnél. Az obeliszk egykor a tabáni temetőben állt, annak a 368 honvédnek a sírhelyén, aki Buda 167 napig tartó ostroma idején vesztette életét. Az emlékmű a temető felszámolása után került mai helyére. Jelen emlékmű azon honvédeknek állít emléket, kik a 17 napos ostrom során életüket adta a kavarért, a hazájukért és az egész magyarságért. Ezért vagyunk itt mi is, ezért jöttem el én is. Egyfelől lerújjuk tiszteletünket és fejet hajtunk az olyan ma már elképzelhetetlen korszellem előtt, amikor akár a társadalom legutolsó, legkevésbé hasznos szereplőjének titulált egyének is olyan tettekre voltak képesek, ami még évszázadok múltan is kapaszkodó lehet számunkra. Mert nem csupán példát mutatnak a szabadságharc honvédei, hanem tanítanak és emlékeztetnek minket. A 48-as emlékműnél koszorút helyezett el többek között Kunszabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, és Girice Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat oktatási és közművelődési irodájának vezetője. Girice Zoltán szerint fontos, hogy a múlt eseményeit a fiatal generáció tagjai is megismerjék. Az önfeláldozó hősök ugyanis példaképként szolgálhatnak számukra. El kell gondolkozzunk, hogy mi volt a múltunk, hiszen akinek nincs múltja, annak igazából jövője sincs. Ezek azok az események, ezek azok a pontok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy az ifjúságnak valamilyen formában egyfajta példaképet mutassunk. Az ifjúság mindig keresi a példaképét, amelyet leginkább most a médián keresztül furcsa akcióhősökben talál meg. Ha az önkormányzat és vele együtt az önkormányzathoz tartozó intézmények ezeken a programokon aktívan részt vesznek, akkor azt gondoljuk, hogy olyan fajta értékteremtés történik, amelyben képviseljük a hagyományainkat, a múltjainkat. 1992 óta ünnepeljük május 21-én a Magyar Honvédelem napját, az 1849. évi tavaszi hadjárat legkimagaslóbb eseményének, Buda visszafoglalásának évfordulóján. Jön a svábhegyi pünkösdi búcsú, családi programok, kézműves foglalkozás és vásár, koncertek, bábszínház, tánc és finomságok várják az érdeklődőket a svábhegyi búcsún május 23-a és 25-e között a Diana Parkban. A program nagy része német nemzetiségi műsorszámokból áll. Híradónkat az interneten is megnézhetik a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!